elsőbséget az egészségnek. În diminețile anterioare, az ezt megelőző reggeleken láttuk, milyen csodálatos módon teremtett meg bennünket Isten, milyen az agyunk felépítése nagy vonalakban. Láttuk, hogy minden eszközünk és képességünk, kognitív funkcióink megvannak ahhoz, hogy megértsük Isten szeretetét, az igazságokat, amelyek alapján működik az élet minden szinten. Az élet törvénye gyakorlatilag abban áll, hogy Istentől kapunk, és elfogadunk minden percben, mindenen keresztül, amivel elhalmoz bennünket, és minden sejt és szövet azáltal, hogy kap, képes ellátni egy bizonyos feladatot. Az ember arra teremtetett, hogy képes legyen a körülötte lévők hasznára lenni, és kifejezze szeretetét és háláját Isten felé. Láttuk azt, hogy a bűn az a tény, hogy az ember hazugságokat hitt el Istenről, és őt Sátán tulajdonságaival ruházta fel, teljesen félreállította az agyi struktúrák hierarchiáját. Így aztán a bűnbeesés után az embernek továbbra is megvan a homloklebenye, ami képes a különbségtételre, az elemzésre, de el kell ismernünk, hogy az észszerű gondolkodás képessége emberről emberre jelentősen változik. Néhányan nagyon jól megőrizték ezt a képességüket, másoknál már alig-alig lehet felfedezni. Ugyanígy a lelkiismeret is egyeseknél éberebb, és látszik, hogy szeretnék követni ezt az iránytűt és kalauzt, mások annyiszor tiporták lábbal, hogy szegény lelkiismeretük, ahogy a Biblia is mondja, mi történik, ha forró vasra érintesz egy húsdarabot? Összezsugorodik, ugye? Így mondja, mint a megperzselt lelkiismeret. Már nem fogja fel, nem érdekli. Megnézzünk egy híradót, látjuk, hogy szeretné, ha még a dédunokái is jól élnének, mégis elmegy éjszaka alattomban aláírni, és aztán, na kérem szépen, felteszed magadnak a kérdést, vajon miért? Miért tette? Nem. Nincs erre válaszunk. A dicsőítés, az imádat igénye megmarad az emberben, de gyakorlatilag mindenki azt imádja, amit a lelkében Isten helyére állított. Valaki nagyon jól megfogalmazta, hogy mindannyiunkban van egy Isten alakú űr, és mindannyian megpróbáljuk valamivel betölteni ezt az űrt. Anyagi javakkal, szakmai sikerekkel, egy kapcsolattal, élvezetekkel, stb. Stb. Mindenki azt reméli, hogy amivel betöltötte ezt az űrt, az kielégíti majd az alapvető létszükségleteit. Biztonságérzetet, megértést, iránymutatást, erőt tud adni. Megadja majd a szükséges erőt. Meddig? Statisztikák nagyon világosan mutatják, ahogy említettem. Folyamatosan nő a depresszió gyakorisága. Egyre elkeseredettebbek vagyunk,
a reményekkel szemben. És érdekes módon a depresszió a legcivilizáltabb országokban okozza a legnagyobb gondot. Európában, Észak-Amerikában. Ami az akaraterőt illeti, egyeseknek erősebb. Volt páciensem, aki azt mondta, doktor úr, mióta letettem a cigis dobozt az asztalra, nem nyúltam hozzá többet, és ennyi meg annyi év eltelt azóta. Mások ellenkezőleg, doktor úr, nekem ez nem megy, mikor hazaérek a normál kerékvágásba, és kinyitják majd mellettem az alkoholos üvegeket, cigarettás dobozokat, nem tudom megállni. És a gyenge akaraterejű álmélkodva tekint az erős akaratúra, és levonja a következtetést, hogy menthetetlen. Valóban így kell lennie? Gondolkodásmód, értékrendszer, erkölcs. Posztmodern, posztkeresztény világban élünk. Mindenkinek megvan a saját érték és erkölcsi rendszere. De neked nincs semmi jogod beleszólni az én erkölcsi értékrendembe. Érthető? Mi van, ha én másképp akarok gondolkodni? Mert hát, miért ne lehetne másfajta családot is létrehozni, mint ahol egy apa és egy anya van? Anya és apa. Miért ne lehetne két apa, vagy két anya? Megkérdeztek egy gyereket, hogy mit szólna hozzá, ha hazamenve anya és apa helyett két anyát találna otthon. A gyerek teljesen megrémült. De én anyát és apát is akarom. De kinek van ideje egy gyerek véleményével foglalkozni? Mit tudnak a gyerekek? Az élet megtanulja, meg kell szoknia az új értékrendszert, hogy mi történik az agyában, kit érdekel? Milyen zavarodást okoz? És utána csodálkozunk, hogy az epidemiológusok félnek a jövőbe tekinteni a most felnövő generációk egészségét illetően. Minden szempontból félnek. Érzések és érzelmek, a kapcsolatok és gyengétség utáni vágy lesz az elsődleges mozgatórugó. A homloklebenynek nincs más választása, mint alárendelni magát az érzéseknek. Ha félelmet érez, a homloklebenynek azonnal megoldásokat kell keresnie ennek enyhítésére. Ha élvezetre vágyom, hogy elhallgattassa a szorongást és depressziót, ami felülről, akkor homloklebenynek megoldást kell találni erre. Az agykéregi részek alárendelődnek a kéreg alatti részeknek. Az ember oda jut, hogy ez a rész, és uralja, és nem az. És bár Isten továbbra is folyamatosan szólongatja az ember elméjét, hogy megértse szeretetét, bölcsességét, igazságát, folyamatos konfliktus, élénk harc zajlik Isten hívogatása és a másik oldalon megjelenő önzés között, ami már a génjeinkben van, A gyereknek nem kell megtanulni az önzést. Egyszerűen önzőnek születik. És ez az önzés kifejeződhet érzékiségben. Annyi vendégtől hallom, hogy igen, felismerem, hogy milyennek kéne lenni a megfelelő étrendnek, a kontrollálatlan cukorbetegségem zsírmájam mellett, de doktor úr, annyira szeretek enni. Nem tudok ellenállni az ételnek. Ebben a helyzetben is az érzékiség irányít. Már nem érdekli, hogy mit mond a homloklebeny a cukorbetegségről, trigliceridekről. Nem számít. Az a pár pillanat számít, amíg az étel
az ízlelő bimbókkal érintkezik, ami ezután jön, mit csinál a gyomor, a máj, látjuk majd, mi történik a vérerekkel, ezek másodlagos dolgok. Az a pár kellemes pillanat számít. Vagy az anyagiasság. Jól mondta valaki, hogy 89-ig hallottunk a materializmusról, azóta pedig azt éljük. Valójában addig is abban éltünk, de most nagyobb lehetőségeink vannak. Én központuság, mi vagyunk az életünk főszereplője, amiről tegnap beszéltünk, önimádat. És amikor az életünket mindezek irányítják, akkor nagy a kockázat, hogy szem előtt tévesszük az élet célját, értelmét. Pál apostol a romabeliekhez írt levelében összefoglalja az első fejezetben, a 28. verstől kezdve. Isten igazságát hazugságra cserélték. Nem értékelték Isten igaz ismeretét. Nem méltatták az Istent arra, hogy ismeretükben megtartsák. Istennek tiszteletben kellett tartani a szabad választásunkat. Isten nem változik, szabad akarattal teremtett meg bennünket, és ezt tiszteletben tartja. Ha valaki hazugságot akar elhinni Istenről, Isten nem fogja magát erőszakkal ráerőltetni. Néha talán szemrehányást teszünk emiatt. Uram, miért nem avatkoztál közbe? Miért nem állítottad meg? Mert Isten tiszteletben tartja X, Y és Z szabad választását is. Így ők is olyan dolgokat csináltak, amiket az elméjükben dédelgettek. És itt következik a felsorolás, amiből már elegünk van, mert mindenhol ezt látjuk. De a legfájdalmasabb, amikor az itt felsorolt dolgokat magamban tapasztalom. Saját magamban, nem azért, mert én akarom, de mégis valahogy, így vagy úgy, örökletesen, vagy gyerekkorban, fiatalkorban megtanulva beférkőztek az életembe. Látom, mennyi szenvedést okoznak nekem, mennyi fájdalmat okoznak másoknak. Mindez azért, mert valami erről a listáról helyet talált magának az életemben, az elmémben, a jellememben. Következésképpen. Az ember szennyezett környezetbe születik. Mi a 21. században büszkékedünk a civilizációval, hogy olyan civilizációs színvonalon élünk, amit még egy eddigi korban sem látott az emberiség. De ezért hatalmas árat fizetünk. Az ember mindent összemocskolt, vizet, levegőt, talajt, és mindez a szennyezés most visszaüt, és hatással van ránk, kezdve a genetikai szinttől, és így tovább a szellemi szennyezésig. Az epidemiológusok szerint minden újabb generáció egyre több genetikai hibával születik. A gyerekek egyre nagyobb hajlammal születnek pszichoemocionális zavarokkal. Mára legalább 20 gént írtak le, amelyből elég, ha egy módosul, már is hajlamosít a depresszióra. Nem elkerülhetetlen, hogy depressziós legyen, de ha ezen a sérülékeny genetikai háttérhez még hozzáadódik családi erőszak, hiányos táplálkozás a fejlődési életszakaszokban, vagy más hatások, ne csodálkozzunk, hogy annyian lesznek depressziósak már 20 évesen, 30 évesen, de amikor ereje teljében kellene lennie, és azért küzd, hogy egyáltalán hely tudjon állni az életben. Annyiféle hajlam a krónikus és degeneratív betegségekre, elhízásra, cukorbetegségre, magas vérnyomásra, bizonyos ráktípusokra, magas koleszterin szintre,
magas triglicerid szintre való hajlammal születünk. Amikor a genetikai háttérhez hozzáadódnak nevelési hiányosságok, mert a szülők annyira elfoglaltak, szeretnének minél többet biztosítani a gyerekeiknek. De ennek ára van. Ki fogja nevelni a gyerekeket, amikor a szülők elfoglaltak? Igen, legjobb esetben a nagyszülők. És ekkor még görülhetünk. Aztán az okostelefon, a tablet. Azt mondják, ennek a generációnak már hozzanőtt a kezéhez a telefon. Annyira kiskoruktól természetes számukra a pötyögés, azt gondolnánk, kütyüvel a kezükben születtek, a vérükben van. Mivel táplálkozik így módon az agy? Aztán ott van a baráti kör, a társadalom. Egy olyan társadalom, ahol látni fogjuk, mennyire fejreállt az értékrendszer. A rosszat jónak mondják, és fordítva, ami jó, azt unalmasnak, ízetlennek, és élvezhetetlennek tartják. Minden esélye megvan rá, hogy káros szokásokat alakítson ki. Megszokja, hogy hibás döntéseket hoz a táplálkozás terén, a tekintetben, hogy mivel tölti meg az elméjét, hibás információforrásokat használ. Így módon ezeket az élet első éveitől, vagy fiatalkortól dédelgetett káros szokások megvetik az alapját annak, amit metabolikus szindrómának neveztünk, valójában a szakértők nevezték el így. Elhízás, magas vérnyomás, cukorbetegség, érelmeszesedés, a rákot is egyre fiatalabb korban látjuk megjelenni. És mindezek a betegségek károsan hatnak az agyra. Az szenved leginkább. Egyre kevésbé lesz képes betölteni funkcióit úgy, ahogy azt Isten eltervezte a teremtéskor. És a kialakuló függőségeken keresztül a depresszió és szorongás miatti szenvedés által még inkább belesüllyed ebbe az ördögi körbe. Mindannyian így vagy úgy érintettek vagyunk ebben a fejlődési modellben. Ezt jelenti emberi lénynek lenni napjainkban. Túlzok? Túlzok? Hogyan magyaráz a doktor úr, hogy a kereszténység, bár keresztények vagyunk, pont erről szeretnék most beszélni. Képzeljük magunkat Isten helyébe, földi gyermekei, akiket ő teremtett szeretetből saját képére és hasonlatosságára, ebbe a beteg is szenvedéssel teljes helyzetbe kerültek. Mi volt Isten megoldása? Ahogy tegnap mondtam, Isten megoldása Jézus Krisztus volt. Miért jött Jézus Krisztus a földre? Ő kijelentette. Azért jöttem, hogy életük legyen, és bővölködjenek. A bővölködő élet teljes egészséget jelent, ahogy az egészségügyi világszervezet is megfogalmazta, mint fizikai, de mentális, érzelmi és lelkisíkon is. Pilátusnak pedig ezt mondta, én azért születtem, és azért jöttem a világra, hogy bizonyságot tegyek az igazságról.
Mi ez a létfontosságú igazság, amiről ő bizonyságot tenni jött, és amely előre viheti az agyi struktúrák és emberi elme gyógyulási folyamatát? Ez a létfontosságú igazság Isten jellemével kapcsolatos. Így mondhatta azt, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, hanem ha én általam. János első levelében ezt írja. Azért jelent meg az Istennek fia, hogy az ördög munkáit lerontsa. Tegnap láttuk, hogy Sátán munkájának fő célja az volt, hogy Isten jellemét eltorzítva mutassa be. Rá akarja venni az embert, hogy Isten saját tulajdonságaival felruházva lássa. Önzőnek, hatalmaskodónak, önkényúrnak, aki megakadályozza, hogy örüljünk az életnek. Míg Jézus Krisztus eljön erre a földre, megszületik egy szegényes jászolban, és egy, talán mondhatjuk így, szegény ember életét éli, akinek dolgoznia kellett a megélhetésért. Mindennel, amit tett és amit mondott, azt hivatott bemutatni, hogy milyen is Isten valójában, oly módon, hogy földi élete végén a keresztre feszítés előtt ki tudta jelenteni. Aki engem látott, látta az atyát. Ez volt életének fő küldetése. Segíteni az ember félelemtől, önzéstől, túlélésért való küzdelemtől megbetegedett elméjének. Ez az elme Krisztusra tekintve egyre jobban megértheti, mi a szeretet. És amikor ő odaadja az életét értünk, ez az a pillanat, ami megsemmisíti az önzés fertőzését, és gyógyulást hozhat Isten képének helyreállítására az emberben. Az emberek tanítványai, különösen egy tanítványa nem értette ezt meg. Júdás nem értette meg. Noha annyi éven át Jézussal volt, Júdás nem értette ezt meg. Miért? Mert ő egy másik értékrendszert választott. Azt mondanád, hogy keresztény volt. A keresztény Krisztus követője. Júdás is keresztény volt. Kijelenthetjük róla? Igen, elméletben igen. De mit mutat a gyakorlat? Az ő elméjében nem kezdődött el ez a gyógyulási folyamat. Hogy néz ki jelen helyzetben Isten gyógyítási terve? Az ember továbbra is szennyezett környezetbe születik. A Föld olyan, amilyennek látjuk. A genetikai örökséget tudjuk valamivel befolyásolni? Ahogy létrejön a magzat, a kromoszómák, attól kezdve, hogy a petesejt egyesül a spermiummal, kész, kialakult. A genetikai örökség hajlamosít bizonyos betegségekre. De ha Isten kezében olyan szülők vannak, akik a gyógyulást választották, agyi struktúráik gyógyulását, és homloklebenyük a helyén van, és irányítja az alacsonyabb rendű funkciókat, akkor ezek a szülők képesek lesznek a gyerekeiknek bemutatni Isten jellemét. Nem elsősorban azon keresztül, amit mondanak, hanem azáltal, akik ők maguk.
Ha ennek a gyereknek lehetősége van templomba járni, ahol a kereszténységnek nem csak a látszata van meg, hanem valóban Isten jelleme kerül a bemutatásra, akkor ez még egy esélyt nyújt a gyereknek, hogy megérthesse Isten szeretetét. Ha emellett olyan iskolába járhat, ahol a tanárok is elkezdték ezt a gyógyulási folyamatot, Isten képének helyreállítását bennünk, ami által ők is képesek az információt átadás mellett példaképet állítani a gyerekek elé, élő, kézzelfogható példát a gyógyulásra, amit a diákok látnak. Ilyen esetben nem csodálkozunk, amikor a kisgyerek oda megy a tanítónénihez egy virággal, és azt mondja, tanítónéni, úgy szeretlek. Miért? Mert érzi a szeretetet. Tudja, hogy többet kap. Lehet, hogy nem fogja fel tudatosan, de biztosan érzi, hogy többet kap puszta információnál. Szeretetet kap. Ha ez mind működik valamilyen szinten, nyilván nem idealizálunk, nézzük reálisan. Már is olyan fiatallal állunk szemben, aki más alapokkal indul az életben. Lépésről lépésre megtanulta, hogy jó döntéseket hozzon. Tudja, hogy miért érdemes a brokkolit választani a McDonald's helyett, és gyümölcsöt a Coca-Cola helyett. Nem azért tesz így, mert valaki hátulról noszogatja, hanem saját meggyőződésből így akar tenni, megtanulta értékelni a testét, és a legjobbat akarja. Így nagy esélye van egészségesnek lenni szellemileg, fizikailag, lelkileg. Az agya jól táplált, jól ellátott lesz. Az erei tiszták, amiről ma fogunk beszélgetni. Megfelelő mennyiségű oxigén jut majd az agyba az idegsejtek számára. Mindezek eredményeképpen az agy egyre inkább képes lesz megérteni a legfontosabbat, Isten jellemét. Szeretném, ha ezt megjegyeznénk, mert ez létfontosságú. Hogyan él Isten az elménkben? Vajon az igaz Istenként, aki szeretet, igazság és szabadság? Vagy egy saját hasonlatosságunkra elképzelt Istenként? Sajnos ez a válasz az ön által feltett kérdésre. Nagyon sokan, akik kereszténynek vallják magukat, valamilyen oknál fogva nem az igaz Istent imádják, hanem egy saját képükre és hasonlatosságukra alkotott Istent. Ezen emberi képmásra alkotott istenség imádása beteg állapotot tart fenn, fenntartja a félelmet. Az ő életükben a vallási élet nem hoz gyógyulást, hanem fenntartja a depresszió, szorongás, csüggedés és betegség állapotát. Ez nagyon-nagyon fájdalmas dolog. De sajnos annyira sokszor láttam ezt, hogy összeszorul a szívem. Isten terve a valódi gyógyulás. Teljes fizikai, szellemi, érzelmi, lelki gyógyulás. Hol kezdődik mindez? Ahogy holnap látni fogjuk, ott kezdődik, amikor figyelmesen Krisztusra tekintünk, megértjük Isten jellemét olyannak, amilyen valójában. Ez békét, bizalmat, nyugalmat hoz a szívünkbe,
és az életre vívő útra lépünk, amely bővölködő életre vezet. Gondolkodjunk ma Isten tervén. Mindannyiunknak van esélye becsatlakozni ebbe a folyamatba. Biztos, hogy legtöbben már túl vagyunk ezeken a kezdeti fázisokon, de legalább innen be tudunk kapcsolódni. Amíg életben vagyunk, nem túl késő erre az útra lépni, és megengedni Istennek, hogy meggyógyítson bennünket. Elsőbséget az egészségnek.